Az évek során mindig kiváló hangulatban telt a Kenguru Kupa névre keresztelt sorverseny megmérettetés a Vasvári iskolában. Az idei évben is a beiskolázási kampány egy állomásaként hirdették meg a viadalt. Mint arról Gálos Fai Tíma intézményvezető beszámolt, a település összes óvodáját meghívták, és minden óvoda csatlakozott is, egy-egy 10 főből álló csapattal vettek részt az eseményen. Az elvégzendő gyakorlatokat Lengyel László testnevelő tanár állította össze, és azok kifejezetten a gyerekek életkori sajátosságait vették figyelembe. Több mint 10 évvel ezelőtt pontosan már nem is emlékeztek a kollégáim arra, hogy mikor indult el ez a Kenguru Kupa. Elsődlegesen az volt a célja, hogy az iskola és az óvoda közötti kapcsolatot építse, aztán kinőtte magát egy olyan formában, hogy most már az elsős beiskolázási programsorozatunk egy elemeként és nagyon fontos elemeként tartjuk számon. Az egészséges életmód úgy gondolom, hogy minden egyes intézménynek, minden egyes gyermeknek, szülőnek nagyon fontos, és ez a szellemisége ennek a mai rendezvénynek. Gálos Fai Tíma szerint az egyik legfontosabb cél, hogy már fiatal korban megszerettessék a mozgást a gyerekekkel. Úgy érezzük, hogy minden oktatási intézménynek, legyen az óvoda vagy iskola, nagyon fontos feladata a mozgásnak a megszerettetése, és ennek szellemében alakítottuk ki ennek az eseménynek a szlogenjét is. Legyünk mozgással, mozgásban a jövőnkért, hiszen a gyermek számunkra a legfontosabb jövő. Az óvodák közössége minden évben izgatottan várja a Kenguru Kupát. Az intézmények munkatársai igyekeznek olyan kisgyermekekből álló csapatokat összeállítani, akik érdeklődnek a Vasvári iskola profilja iránt, és alapvetően szeretnek mozogni, tele vannak energiával. Minden évben jövünk és várjuk a nagycsoportosoknak a meghívását, és a Vasvári iskola minden évben meghirdeti ezt a programot. Ez annak a keretében van, hogy az iskola választást egy kicsit megsegíteni, és minden évben az óvodáknak kiküldik e-mailbe a meghívót, mi jelentkezünk és örömmel jövünk. Az esemény már az óvodák életében is hagyomány, így az intézmények a saját létesítményeikben is gyakorolják a sorversenyeket, illetve a kupán vélhetően összeállított gyakorlatokat. Nagyon, nagyon izgulunk, azért a gyerekekben a versenyszellem már dolgozik. Nekünk is van egy szép nagy tornatermünk, mint minden óvinak, és a torna foglalkozásokon egy kicsit ezeket a sorversenyeket gyakoroljuk. Kiváló hangulat, s meg annyi gyermek. 2023-ban is jól sikerült a Kenguru Kupa, amely továbbra is egy szép és követendő hagyományként él a Vasvári iskolában.